év nyulacska, majd én kizavarom azt a gonosz rókát. Bizony, hogy azt ez a katona! Jaj, hova fussak, hogy a fejemre ne szabadjon, hova fussak? Ó, ne sírj, nyulacska! Majd én kizavarom azt a rókát, gonosz rókát, kukurikó! Hogy tudnád már te kizavarni, amikor már próbáltak a kutya is, a farkas is, de még a medve is. Egyiknek se sikerült. Kukurikó! Félelmetes vagyok nagyon! Piros csizma a lábamon! Éres kata a vállamon! Azt a rókát, gonosz rókát bele összeszaptalom! Gonosz róka! Gyere ki, kukurikó! Miért jövök csak nem keresem a csizmát? Kukurikó! Jaj, megyek már! Aztán ez a baj, jaj! Köszönöm, kis kapas, hogy segítettél! Szép számmal megjelentek a húsvétolásra a gyerekek. Számítottatok ekkora létszámra? Nagyon örültünk tényleg, hogy sokan fogadták el a meghívásunkat. Több célú volt ez a felhívás igazából a húsvéti játszóra. Nekünk is több célunk volt, megmondom őszintén, a Siógádi iskolai tanítónénieinek és a Fecske bábcsoportnak is. Nagy örömünkre nagyon sok leendő elsős kisgyerek látogatott el a szüleivel, és a Siógádi tanítónénik, illetve a leendő elsős tanítónénik így bemutatkozhattak, megismerkedhettek a gyerekekkel köteteljáték közben. Ami számunkra még újdonság volt, hogy a Covid után végre összeállni látszik a Fecske bábcsoport, úgyhogy ők is most debütálhattak, a kicsik, illetve a Székely intézményben megalakult a pedagógus bábcsoport. Nevünk még bár nincsen, de most egy Nyulacska háza című előadással örvendeztettük meg a gyerekeket, értő figyelemmel hallgatták, nagyon izgultunk, és a Fecske bábcsoporttal együtt szerintem egy szenzációs darabot mutattunk be a gyerekeknek, ami nagyon jól sikerült, és örömmel vették. Nagyon sokszínű, sokrétű ez a foglalkoztató itt a gyerekeknek. Melyik az, amit véleményed szerint a gyerekek legjobban szeretnek? Nagyon érdekes volt így körülnézni és figyelni a szülőket is, és elsősorban természetesen a gyerekeket. Én úgy vettem észre, hogy szívesen bekapcsolódtak a tanítónénik által ajánlott játékokba is. Itt volt minden a ügyességi játékok, amiben a tanítónénik is beálltak, láttam, figyeltem őket. Úgyhogy mosolygó arcokat varázsoltak ide az előtérbe. Illetve nagyon hálás vagyok azért, hogy megtanították az asszony klub megtanította varni például a gyerekeket, akik oda mentek érdeklődni hozzájuk, mert manapság most már talán ez a kézművesség talán így kihalóban látszik, bár a technikórákon még néha-néha becsempészhető. De aztán Gulyás Évának a jelenléte is nagyon fontos, hiszen mindig elvarázsolja a gyerekeket és bennünket, felnőtteket is, úgyhogy már én is alig várom, hogy oda menjek az asztalhoz és elkészíthessem az idei húsvéti asztaldísz. Aztán a Magdi néni pedig hát forró munkával a gyerekeknek vigyáznia kellett a viasz mártogatásra, mert hogy forró viasszal dolgoztak, de nagyon bátrak voltak és nagyon ügyesek, úgyhogy remek művek készültek, illetve magam is megkóstoltam Panika néni és Ági néni segítségével és vezetésével, irányításával a konyhában a mézes kalács készítés során elkészült alkotásokat. Azért látom, azok a gyerekek, akik még nincs olyan kézügyességük, azért rájuk is gondoltatok, és a terem egyik sarkában van egy kis játszósarok is kialakítva, amit ők is nagyon szívesen fogadnak, és birtokba vették. Igen, elsősorban a legkisebbekre gondolt Magdi, amikor ezt az egész programot megszervezte, hiszen a Baba Mama Klub nagyon jól működik itt Siógárdon, és talán most már ők is bátrabbak, és számomra is nagy öröm volt látni, hogy nagyon sok kisgyerek foglaltott helyet a szőnyegen, és vette birtokba az ottani játékokat, kicsik is és nagyok is. Azért itt a kosárral végigvonulva a gyerekek nagyon lelkesen fogadták az önkormányzat ajándékát, ki egy csokoládét, ki egy tojást. Volt, aki mindegyikből szeretett volna, de a visszalévő gyerekeknek is szerettünk volna hagyni, úgyhogy nagy sikere volt. Igen, illetve a tanítónénik is készültek kis meglepetéssel a leendő elsősök számára, akik, hát számoltam, közel több mint tizen voltak itt a tanítónénik körében, úgyhogy ők viszont egy ilyen kis nyuszikával készültek, amit ilyen műanyag pohárral oldottak meg.
nagyon kreatív módon, és örömmel vették a gyerekek az ajándékokat, de természetesen a gyerek milyen minden ajándéknak szívesen örül, úgyhogy úgy láttam, hogy mindenki boldogan fogja elhagyni a terepet. Ti mivel segítitek a gyerekeknek a húsvétvárást? Úgy gondoltuk, hogy a karácsonyi hagyományokat tovább folytatjuk, és húsvétkor is aktuális egy kis mézes kalács sütés, és azt a rejtelmébe vezettük bele őket, aki érdekelt és nyitott volt rá, segítettük sodorni és díszíteni és kisütni, a kész kisült terméket pedig elvihették és megehették. Mennyire voltak lelkesek a gyerekek? Az elején nagyon, később elfáradtak és kicsit türelmetlenek voltak, hogy kisüljön a kész sütemény. Mi az, ami legjobban leköti a gyerekek figyelmét, és milyen érzéssel jöttél ma ide a leendő munkahelyedre is? Én azt gondolom, hogy mindig nagyon csodás érzés a leendő első osztályos gyerekeket bevezetni az iskola rejtelmeibe, az iskolai életben. Nyilván, hogy a kézműves foglalkozás mindig nagyon leköti a gyerekeknek a figyelmét, imádnak alkotni, szerintem ez életkori sajátosság. Az én legfontosabb szerepem a mai napon, hogy megismerkedhessek velük, meg hát ők is megismerjenek bennünket. Én jövőre olvasást és írást fogok nekik tanítani majd. Megmondom őszintén, nekem már 2 gyermekem van, úgyhogy átéltem ezeket a pillanatokat, hogy milyen érzés egy kisgyereket első osztályban kísérni. Úgy gondolom, hogy egy hatalmas mérföldkő egy gyermek életében az első osztály megkezdése. Úgyhogy ugyanúgy én is izgulok, mindannyian izgulunk, hogy a gyerekek hogy fogják fogadni ezeket a pillanatokat, és milyen maradandó élményeket fognak nyújtani majd számukra ezek a csodás pillanatok. Zsuzsika, te mit készítettél ma itt a húsvétváron? Hát készítettem ezt a kis ilyen szívecskét, meg csináltam hungarocelltojást, és még díszítettem mézes kalácsot is. Nori, te melyik foglalkozáson vettél részt? Melyik kézműves munka tetszett neked legjobban? Nekem a tojásfestés, mert lehetett rá viasszal rajzolni, és ez a nyúlkészítés is. És az is jó volt, hogy az önkormányzattól kaptunk csokit. Lehetett kapni ilyen kinder tojást, és ilyen mérkatában csokit. Zsombi, és mit kérsz a nyuszitól? Lézerkardot. Lézerkardot? Igen, egy igazi, de mi elvág még vasat is. Számítottál a mai napon ennyi jelenlévőre? A reményeim szerint úgy a nagy álomban igen, de azért úgy egy kicsit tartottunk tőle. Ugye nagyon régóta ez a Covid határozta meg a mindennapjainkat, és sajnos sok rendezvény meghiúsult miatta. Ez a játszó, ez a fajta húsvéti foglalkozás is úgy tudom, hogy már több mint 2 éve, hogy nem volt. És én csak reménykedtem, de a reményeim azok valóra váltak, még annál is több, mert nagyon, nagyon szép számmal jöttek el gyerekek, és aminek örülök, hogy a szülők is elkísérték őket. A programokat úgy próbáltuk megszervezni, hogy legyen benne kézműves. A gyerekek nagyon szeretnek kézműveskedni, meg tapasztalataim szerint a szülők is. Meghívtunk egy profi kézműves foglalkoztatót, és azon kívül a helyi asszonyklub segítségére számíthattunk. Vartak a kicsikkel egyszerű tojást, amit ők is meg tudnak csinálni, illetve mézes kalács tavaszi figurákat készítettek a gyerekeknek, amit már, ha jól láttam, akkor igencsak el is fogyasztottak. Én pedig egy hagyományos viaszos tojásírás, tojásfestést csináltam a gyerekekkel. Én úgy látom, hogy mindegyiknek nagy sikere volt. Aminek nagyon örülök, az az, hogy az iskolával sikerült egy jó kapcsolatot, együttműködést összehozni erre a rendezvényre is. És itt a tanítónénik előadtak egy bábelőadást a kicsi bábcsoportos gyerekek közreműködésével,
illetve játékfoglalkozásokat tartottak a gyerekeknek, amit, ahogy én láttam, nagyon tetszett nekik. Az önkormányzat, amellett, hogy a rendezvény létrejöttét segítette, egy kis meglepetéssel, ahogy a plakáton is jeleztük, egy kis meglepetéssel kedveskedett a gyerekeknek. Mindenki választhatott a kosárból vagy egy táblacsokit, vagy egy kindertojást. Ez volt az önkormányzat ajándéka a falu gyerekei számára.